Advent, rengeteg lehetőségünk van, rengetegféle dekorációt készíthetünk adventre, és rengeteg mindent felhasználhatunk hozzá. Én most 3 befőttes üveget fogok használni, mert rengeteg van belőle, meg nagyon szeretem őket. Van egy cserép, alátétem, ezt sem használjuk, úgyhogy ez lesz a másik. Vannak gyertyáink, ezeket is alkalmazni fogom, meg maradt tavalyról egy csomó szép dekorációm, úgyhogy ezeket is beszeretném vetni, meg stúót fogok használni, mindjárt mutatom is, hogy mire. Tehát először is mire használom a sót? Beletöltöm a befőttes üvegekbe, nem azért, mert só befőttet fogok csinálni, hanem azért, mert ez fogja majd megtámasztani a gyertyákat. Ehhez használhatnánk egyébként homokot, hát nagyjából csak homokot lehetnék használni hozzá, mert a kavicson nem állna meg szépen jól. Mondjuk talán egy nagyon-nagyon finom kis szemű kavicsot lehetne még használni. Köszönöm Robert, az asszisztensem ideadja nekem a másik sót. Harasó. Elnézést kérek. Én kérek elnézést. A magasság az úgy legyen meg, hogy nagyjából a gyertyákat meg tudjuk majd gyújtani. Ennek az is a lényeg, hogy támassza a gyertyákat, mert hogy gyertyák fognak belekerülni a befőttes üvegekbe. Most már elárulhatom. Ugye így beletesszük, ebben szépen, stabilan meg tudnak állni a gyertyák. És a magasságunk is jó lesz, sokkal könnyebb lesz őket meggyújtani, nyilván egy ilyen mély befőttes üvegben nagyon nehéz betenni a gyertyákat különben, ha csak nincs azbesztből a tenyerünk. Tehát megvan a 3 télies hangulatú mécsesünk. Ezeket el fogom helyezni ebben a cserép alátétben. Hátra jön a magas, kis tömzsike, és a közepes. Így. És most e köré pedig egy kis dekoráció következik, méghozzá bióból. Jaj! Köszi! És ezt föl sem kell törni, hogy jöjjenek a diók. Tetejét pedig megbolondítjuk egy-két ezüst dióval. És akkor innentől kezdve jöhet még egy-két dekoráció. Nagyon szeretem a mohát például. Azt ide teszem. Egy fenyőág, mert fenyőág nélkül nem adventi dísz, az adventi dísz. És akkor vannak még ilyen kis dekorációink. Fahé. Nagyon szeretem. És készítettem néhány kis narancshéj dekorációt is, nagyon egyszerűen. Fogtam a narancséjat, és mézes kalács szaggatóval kivágtam belőle ilyen kis formákat, úgyhogy ez is jöhet. Valahova ezt a kis angyalkát gondoltam még ide. Itt fog nézelődni elől, megbolondítjuk az egészet egy kicsi óval, most megfordítom, mert ez lesz az arca. És már csak egy dolog van hátra, meggyújtani a gyertyákat. És készen is vagyunk. 5 perc alatt van egy aranyos kis adventi dekorációnk, nem is foglal túl sok helyet, ha nem nagy az asztalunk, akkor érdemes ilyet csinálni. Kellemes ünnepeket!